Ja, Malik ustam ne demek ya? Ne ya? No, Malik ustam ya. Koyu bir şey ustam. Çıda, oh, bas ben mi tuhaf sakin o beton da. Ja, hogy hárman voltatok a csőbe. Ja. Vendike meg anyával játszott itt a játékokkal. Túl nagy vagy benne. Na, akkor vegyük őket. Hol vagytok? Ott van egy. Picike mindened a lábujjabb rágod. Na, féltékenységi rohamok. Oh,
Van másik. A csendélet. Beleült a zenébe. Nem. Kezdőbe lefeküdt. Jujjujjujj! Megfogta a száját. Na, tanuló időszak. Itt fölülről láttam egy picit, ahogy nyúlt a száj széle. Jaj, hülyék. Na jó, elég, ez reggelig, meg estig lehetne nézegetni. Szóval, kedves gazdik, az egy darab kislábos víz az nem lesz jó, mert arrébb viszi és kiborítja, itt van, kifolyva megint. Ami nagy vödörbe tegyetek és lánccal kössétek föl, mert különben fél óra múlva nem lesz ott. Ja, és nem műanyag vödör legyen, lehetőleg, mert az se lesz.
új játékot találtak. Igen, kertásás is vállalnak. Hoppá, az fáj valamilyen. Anya szól, hogy hagyd abba, mert fáj neki, a nem tudom milyen. Két hülye. Egymás farkát húzták az előbb. Oda néztem, pont abba hagyták. A csel. A csoda csatár. Több órát lehetne fölvenni, mert amikor fönn vannak, folyamatosan ezt csinálják. Így holnap 7 hetesek, és ez a legjobb korszak. Amikor itt ülsz, és egész nap azt nézed, hogy miket tudnak kitalálni. Nem kell nekik drága kacat, bármivel képesek játszani. Bármivel. Ha nincs itt játék, akkor kővel. Úgyhogy azt kell. Be akart lenni a csőbe, de félúton meggondolta magát, iszik egyet. Hoppá. Ez előbb hozta a vizet. Hogy nézel ki, Viki?
Jaj. Kis disznó. Jobba csúszik a cső. Szia, Vaszko. Várjál már, hova lőttél? Na, meg nézte azt a lefelé haladó valamit. Vanduci, elfáradta? Az előbb nagyon be voltál indulva. Ja, ő már kinyúlt. Egy Tomaszkó, ő még bírja most. Ez is változó, hogy mikor, melyik, hogy fárad ki. Igen, ott az a gumi, az lassan nem férnek át alatta ott a sarokba. Na jó, van, most már elég, mert már lesz fél órás film, mire mindent összerakok. Csak ez csak a reggeli. Az már nem tudom hányadik.